Nagy örömmel vették birtokba az új udvarszakaszt a gyerekek a Varázskapó óvoda udvaravatóján. Az egykor szomszédos telket is hozzácsatolták az intézmény játszóteréhez. Kibővült az óvodánk udvara. Ennek nagyon örülünk, mert 80 kisgyerek jár a mi óvodánkba, és az eddigi udvarunk nagyon kedves, nagyon családias, nagyon barátságos volt, de elég szűk volt, és évek óta próbáltuk a szomszédnénivel ezt az üzletet úgymond létrehozni, hogy megkaphassuk ezt az udvarrészt, amivel most kibővült az udvarunk. Az udvarszakaszt ünnepélyesen Szabó Zsolt polgármester adta át a gyermekekkel együtt. A polgármester elmondta, hogy további fejlesztéseket terveznek az intézményben. Például a civil alapból már másodjára kap 200 000 forintot az óvoda. Az óvoda kívülről, amikor elkészült, akkor még nem lett leszigetelve. A fala az igencsak kopott, újra kereszt az egészet készíteni. És hát a nyílászárók sem túlságosan jók. Annak ellenére, hogy nemrége ugyan cseréltek egy nyílászárókat, de hát szörnyű állapotban van már ez. Ez a 5 évvel vagy 6 évvel ezelőtt lecserélt nyílászárók. Úgyhogy támogatást kérünk. Ez egyrészt Európai Uniós forrás, ez egy komolyabb érték. Ez közel 50 milliós fejlesztést jelent. Az összes nyílászáró tabakokat szeretnénk lecserélni, és hát a szigetelést szeretnénk megoldani, a festéket, lefesteni újra az épületet. Ezzel kevesebb lesz a fűtésszámla, és hát megújul maga az épület. A közelmúltban az óvodába új udvari játékok kerültek. A medencét is rendbe hozták, kifestették az egyik csoportszobát, és a mosdó is új burkolatot kapott. Az Ovi galériában pedig új tárlat látogatható Déri Károly fotóiból.